Na jó, kezdjük. Szóval, új leltár, dátum a videón. Mit tudom én, már hányadika van. Ez, amit most láttok, ez itt pont az 50. gép. Monitor jó, gép jó, egér jó, teljesen feltöltve, készen, azonban nincs hozzá billentyűzet. Amit ott alul láttok, az egy régi AT-snak nevezett billentyűzet, és ennek az a hatalmas hátránya van, hogy ekkora ló nagy dugója van, picit arrébb hozom, hogy lássátok, hogy te haver, ez nem megy bele. Tehát kell egy átalakító, ami nagyjából 100 forint. Jó? Tehát, számítógép teljesen kész, billentyű, monitor, tápkábel, persze ez is nagyon fontos, tehát van tápkábelünk is, monitornak is van tápkábele, I mean hosszabbító, tehát mint látjátok, ezt ide kell bedugni így. Tápba, és a másik vége megy a monitorba, mint táp. Na, ennyi. Ez kész van, menjünk tovább. Mink van most? Van 3 darab tápunk, egy borzasztó erős, meg 2 darab nagyon minimális 100 wattos, de hát ez bőven elég. Van egy vödör idekábelünk, ez a másik vödör meg csak hűtő, tehát a... Megpróbálom, lesz, nem fog menni. Mindegy, higgyétek el, abban csak ilyen hűtők vannak. Mindjárt visszakapjuk a képélességet. Igen. Van 1, 2, 3, 4, 5 darab vinyónk, van egy tartalékegér, memóriából szerencsére el vagyunk látva, 125, 125, 512, 512, ez DDR1-es, ez 64-es, ez is 64-es, tehát ez a nagy halom, ez SD memória, és ez a sok csak azért jött, mert kértem. Most SD-ből így állunk, tehát rengeteg van. Amit most láttok, ez a 256-os, ez DDR1-es memória. Jó, menjünk tovább, van processzorunk. Ez pont egy üres tok, ebbe 2000-es Celeron processzor van, ebbe Detto, szint ugye 2000-es Celeron, 370-esből van egy 1000-es Celeronunk, van egy 600-as Celeronunk, és egy 800-as Celeronunk. Van videókártyából vagy 3 darab hálózati kártya, kicsit azért több. 1, 2, 3, mindegy, sok hálózati kártya van, hangkártya nincs, de szerencsére az alaplapok ezt tartalmazzák. Van egy ilyen alaplapunk, nem tesztelt, azt se tudjuk, hogy mi van, gyors rögzítős. Ezt a hűtőt nyugodtan el lehet felejteni, mert ez lekerül róla, ugyanis ez ilyen gyors rögzítő füllel van szerelve, úgyhogy ez már ugrik is le róla, megy a hűtősbe. Természetesen a hűtéses ügyet azt majd külön kell intézni. Milyen proci van benne vajon? Úristen, tiszta fűzsír az egész, nem lehet látni semmit. Jó, majd megnézzük, most teljesen mindegy, nincs benne természetesen memória. Egyikbe se, ehe. Úgyhogy ebbe a felsőbe be fog ugrani egy 512, egy 256, meg egy 30 valamennyi, mit tudom én, mert nekem még volt olyan memóriám. Úgyhogy ez az alaplap nagyjából kész van, hiszen ott van fönn a videokártya, állazatikás, stb. Ugyanúgy nincs hozzá billentyűzet, de egér már van, tehát egy egérünk ugye van. Ehhez továbbiakban sincs semmink, tehát sem memória, mert ugye ez izé kell. Bármilyen, mondjuk DDR1-es vagy SD, mindegy. Meglátjuk, jó? Tehát valószínűleg látjátok, hogy mink van. Van még kislemez meghajtónk, hát ez majd a későbbiek folyamán majd valamelyikbe bekerül. Azt így ennyi. Tehát nincsen ház, nincs monitor, nincs billentyűzet. Mi kell még? Tápkábel kell egy csomó. Táp az van. Ennyi, nagyjából. Tehát kéne vagy 3 ház. Vinyó nem kell. Ott vannak a DVD olvasók, tehát abból is el vagyok látva becsülettel. Tehát akkor előről kezdem. Van 3 ház, ami kell. Kell 3 billentyűzet, kell 2 egér, kell 3. Nem fogom tudni elsorolni. A videó alján föl fogom írni, hogy mi az, ami még kell. Hát nem sok minden. És akkor szépen ki fog menni ez az 50. gép, és akkor majd szépen megyünk tovább. Az 50 nem azt jelenti, hogy itt nem kell. Mindegy, ez úgyis kuka. Na, megpróbálom, ez még az előző videóhoz van, a leltárhoz. Hát ez ennyit ér. Szóval valaki küldött nekem postán egy fekvőházas IBM
AT házat, illetve annak alkatrészeit. Nagyon szépen köszönöm. Ez kb. Ennyi, tehát ez megy is a kukába. Miért megy a kukába? Hát megpróbálom elmagyarázni valamennyire értetően. Van itt az oldalán egy ilyen nyomógomb. Ezzel kéne nyitni már, ha működne. Na várjál. Ezt azért megmondottam, hogy... Ne, nem egyszerű. Szóval, mindent visszadobáltam bele, ezek semmire nem jók. Itt van egy kis lemez például, ami eleve kicsi ugyan, de bele van forrasztva egy nagyobb toldóba, és olyan előlap van rajta, ami csak az IBM-hez jó. Következő. Na, ilyet se láttam még. Bemutatnám. Idekábel. Az idekábel általában úgy néz ki, hogy egy alaplapi portja van, az ez, és kettő darab felső. Na, ebből ez most semmi nem lesz. Kuka, következő. Ugye látjátok, hogy mi ez? Ez egy AMR-es, tehát pici sines modem. Tudjátok, mi ez a modem? Tink, toink, 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 és 56 kilobittel, tehát nagyjából egy tizedével annak, amivel egy mobiltelefon fölcsatlakozik, ma táv, illetve vezetékes telefonon bonyolít hálózatot. Hát ilyet már nem használ senki. Na, a lényeg, az alaplap, na, bemutatnám az alaplapot. Minden speciál rajta, hogy dögöljön meg az IBM, ahol van. Speaker. Kezdeném a speakerre. A speaker 4 ohmos, tehát semmilyen alaplap nem hajtja meg, csak az IBM. Jó, menjünk tovább. Nincsen rajta tüskesor. Sehol. Hol lehet ezt bekapcsolni? Nagy poén, nagy kérdés. Hol lehet az ilyet bekapcsolni? Na hát, micsoda szerelvény van itt az alaplapon. Na, most nem fog neki állni levenni. Na, segítek, jó? Elmondom. Itt. És ez egy ilyen gyönyörű végben végződik. Remélem látjátok. Van benne két lámpa, és a végén itt fönn egy kapcsoló. Na, amelyik házban ez nem jó, ott nem lehet bekapcsolni. Úgyhogy mindent kivettem belőle, kivettem a procit, a két darab nagyon minimális memóriát, és ez így, ahogy van, megy a kukába. Szóval légy szíves, ennyire speciált ne küldjetek. Természetesen kollega nem tudta, hogy ez ilyen speciálos problémákkal, hát ilyen üres dobozok vannak még itt. Ő nem tudta, hogy ennyire ki fog velem baszni, de tudod mit? Az összes alkatrész, ami benne volt, valakinek a gépébe egyszer még jó szolgálatot fog tenni. Úgyhogy igenis, ez segített. A többi maradékot, azt kidobjuk. Úgyhogy légy szíves, továbbra is küldjetek, akár ilyet, akár miért, teljesen mindegy. Úgy is lesz benne valami, amit föl lehet használni, és a többieknek ebből még egy gép is összeállhat. Úgyhogy csak így tovább, hajrá!